Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a közelmúltnak az adása, amelyben aktualizált témákat dolgozunk föl, olyan témákat, amelynek történelmi távlatai gyökerei is vannak. Most is egy ilyen témával készültünk, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Jeszenszki Gézát, történész, diplomatát, az Antal Kormány volt külügyminiszterét. Jó napot kívánok! Kedves csokolom, jó napot kívánok! Sok mindenről szeretném kérdezni, még hozzá a könyvének a második kiadásának, a kibővített második kiadásának a megjelenésének a propóján. Ez a könyv pedig a kísérlet a trianoni trauma orvoslására. Ezek olyan kérdések és olyan téma, amely hát a mai napig foglalkoztatja nyilván a magyarságot is. Ebből adódóan nagyon sok olyan ö, hát talán történelmi esemény is történt körülöttünk, illetve az, hogy mi hogyan reagálunk a körülöttünk lévő világra, a szomszédainkra, hát talán ezek is ide vezethetőek vissza, úgyhogy mindenről szeretném kérdezni. Először is arról, hogy lehet-e orvosolni a, ezeket a tüneteket? Mert ugye itt a könyvnek a címe is az, hogy kísérlet, ez egy kísérlet, de hogy hogy látja, hogy ezek nem olyan módon nem újdonság, hogy már régebben íródott, azóta mit lát? Lehet, lehet orvosolni ezeket? Igen, hát ugye a betegségek esetében is az a helyzet, hogy van amelyiket lehet orvosolni, de az igazán súlyos betegségeknek inkább a tüneteit lehet enyhíteni. Na most Trianon már ugye több mint száz éve történt, és az valóban egy szinte egyedülálló megrázkottatás, legalábbis a modern államok, a modern nemzetek történetében, hogy ilyen arányú területvesztés, és nem csak területvesztés, hanem ja, 20 millió lakosból 10 millió alatt került, vagy 7 is Mondjuk félmillió maradt Magyarországon, de három és félmillió magyar ajkú, magyar tudatú ember került a szomszédos országokhoz, részben új országokhoz. Ez nem csak az akkori embereknek, nem csak az érintetteknek volt szinte lehetetlen megérteni, feldolgozni, hanem ugye ezeknek a leszármazottai azután a történelmi tudat. Ugye a Kádár rendszer alatt, vagy a kommunista rendszer alatt, ugye a iskolákban nem sokat hallottak Trianonról, és különösen annak a mélységével nem ismerkedtek meg, de azért a felszín alatt azért ez élt, és hát a rendszerváltozás pedig lehetővé tette minden régi sérelem, vagy minden tabunak a megszüntetését, megtörlését. Na most a, a könyvem azért valóban jól látja, hogy ez csak kísérlet, mert kísérlet volt, hogy ugye a változás után nem csak Magyarországon volt, hanem az összes szomszédországokban, és szerintem akkor is egy reális esély volt arra, hogy az a politika, az az elnyomó politika, amely, a kisebbségeket kettős mértékben sújtotta, vagyis egy diktatúra az mindenkit egyformán sújt, de a nemzeti kisebbségekhez tartozókat még éppen az ő kisebbség voltukból fakadóan is, és még ennek a legismertebb példája, arra talán még ma is hallomásból emlékeznek a fiatalabbak is, ceausescu a romániai diktatúrája, ami már odáig is elment, hogy ő a úgynevezett falurombolásig, tehát amikor a kisebb településeket, falvakat, ahol sok helyen magyarok éltek, ezeket el akarták tüntetni, és városokba elég ronda épületekbe költöztetni az embereket, mert akkor már ki vannak téve, egyrészt függenek az államtól, hogy kapjanak-e enni, tehát nem tudnak -e a saját földjükhöz semmit termelni, másrészt pedig összekeverik a lakosságot, tehát asszimilálni tudják. Na most itt volt számunkra a remény, hogy Nyugat-Európában is voltak ilyen, tendenciák múltban, de a második világháború után ezek lényegében megszűntek, vagy legalábbis nagyon korlátozottak, és itt a legjobb példa, hogy Tirol, az egykori Tirol két része lett osztva az első világháború végén, egyik része Olaszországhoz került, másik mar, kisebb része maradt Ausztriánál. De az olasz részt kerültek között volt legalább 300 ezer német ajkú, tehát németül beszélő osztrák, ezeket csak stratégiai okokból, hogy a Brenner hágónál ott legyenek az olaszok, ezért csatolták oda. Ezeknél is lázunkások voltak, mondjuk emberi talán kevésbé követelő, de terrorista robbantások, és most már legalább 40 éve, 30-40 éve megoldódott a kérdés azzal, hogy autonómiája van az egész területnek, és az északon levő, ahol a német ajkók élnek, azoknak egy nagyon messze menő saját autonómiájuk van, és ott a közélet nyelve tulajdonképpen a német, és délen pedig az olasz, de a Német területen tanulnak orasz, olaszul, az olasz területen élők tanulnak németül, és tulajdonképpen én jártam ott egyszer-kétszer magánemberként is, és úgy láttam, hogy meglehetősen harmonikus a viszony. Hát ezt reméltük megteremteni, elérni a szomszédországokban. Mi a trianonról beszélünk, meg ahhoz, hogy egyáltalán ezeket a sebeket lehessen valahogy orvosolni, ahhoz fontos, hogy, hogy, egyáltalán megértsük, hogy mi történt, milyen okok vezettek idáig, ki volt ebben úgymond a hibás. Hát most, ha nem is történelmi dolgokról, egyéb más hétköznapi esetről van szó, és az ember szereti levonni a tanulságokat. Ha kell valamiből, akkor okulni, tanulni, ha más nem, akkor megbocsájtani adott esetben, ha, ha nyilván, ha bocsánat van kérve, ezt is hozzá kell tenni. Ön hogyan látja, hogy egyáltalán ebben a kérdésben, hogy mik voltak Trianonnak az okai, és hogy akár magyar részről lehet-e bármilyen elmarasztalót az ügyben felhozni, hogy milyen hibákat követhetett el akár az ország vezetése. Ebben van konszenzus, vagy inkább vita van-e körül? Hát én történészként ezzel szakmailag is megbehetően foglalkoztam. Írtam is egy könyvet, ami a című az elveszett presztízs, és tulajdonképpen ez Trianonnak az előtörténete. Tehát egyrészt én eleve nem szeretem azt a megközelítést, hogy mindig másban keressük a hibát, mi legyünk az áldozatok. Volt ilyen természetesen, mondjuk a oszmán-török hódításnak tényleg áldozatai volt ezt és ugye a magyar nép tulajdonképpen Trianonnak is az a végső oka, hogy az ország egy részét teljesen elnéptelenítette a háborúskodás, rabszolgának vittek el nagyon sok magyar embert, és ott volt a üres terület, és akkor arra betelepítettek, meg maguktól is jöttek románok, szlovák, akkor kisebb de délő szerbek, és a is akkor érkeztek Magyarországra. Tehát az ország akkor vált egy sok ahol a lakosságnak a fele nem magyar volt. Na most ő, ezt mindig nehéz kezelni, de volt egy illúziója az akkori magyar vezetésnek, sőt, tehát a magyar társadalomnak, hogy ha mindenki megtanul jól magyarul, akkor jó magyar lesz belőle. Tulajdonképpen ez nem ritka dolog, hát a mai Ukrajnában látom ezt, hogy azt gondolják, hogy azért kell az iskolákat ukránosítani, mert akkor majd mindenki jó ukrán hazafi lesz. Hát ez nem működött 18 előtt sem, 1918 előtt sem, sőt, a kérdés egyre élesebb lett. Ugyanis a magyar rendszer mégiscsak egy liberális rendszer volt, nem volt elnyomás, nem vitték el az embereket akkor sem, hogyha legfeljebb államfokházra ítéltek egy nagyon éles cikk miatt, az államfokházba pedig nagyon kellemes élet volt, sokan könyvet írtak ott, sőt, hozhatták a szállodából az ebédet is, szóval nem haltak abba bele. Tehát két út volt, vagy menni tovább könyörtelmi, és ténylegesen megpróbálni elmagyarosítani, ami mondjuk a városokkal sikerül is, mert hát a városi lakosság, vagy üzemekben, gyárakban, bányákban, ott mégiscsak a hivatalos, általános nyelvet használják, de a falvakban, a parasság között ez teljesen reménytelen volt. Tehát volt egy másik irányzat, az, hogy ezeket ki kell békíteni. És tulajdonképpen az a területi autonómia igénye, amit mi a szomszédországokkal szemben támasztunk, illetve elsősorban az ott élő magyarok, különösen mondjuk a Székelyföld esetében, joggal igényelnének ezt, hát ettől a magyar vezetés elzárkózott, sajnos. És lehet, hogy ez akkor sem működött volna, mert ha jön egy háború, akkor a románok mondjuk szívesebben csatlakoznak Romániához, mint maradnak Magyarországon, de mondjuk szlovákok esetében, Kelet-Szlovákiában ott nem volt erős szlovák tudat, és nem, nem érezték magukat rosszul. Tehát népszavazás esetén a Párizsi Békekonferencia más határokat húzott volna. Sajnos ez is elmaradt, és ez is mondjuk a magyar sérelmek között van. Akkor is, meg azóta is, hogy hát ő megsértettek a győztesek, a szerződés, azt az elvet, amire hivatkoztak, a nemzetek önrendelkezésének az elvére. Úgyhogy ez is a problémákhoz tartozik. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ha, én, ha mi magyarok hibáztunk, és mondjuk sokan sérelmezték az akkor a magyar politikát, ami az impériumváltáskor 1920-tól kezdve, a békeszerződés után a szomszédállamok csőstől fizették vissza a, mondjuk a sérelmeket, és sokkal nehezebb helyzetben voltak a magyar kisebbségek, mint annak idején mondjuk a magyarországi románok vagy szlovákok vagy mások. Tehát akkor azt nem lehet elvitatni, hogy valamilyen módon mégiscsak van egyfajta hiba, csak ugye erről, mintha nem lehetne olyan sokat beszélni, mert akkor rögtön azt gondolják, hogy kisebbíteni akarja bárki is azt, a, tragédiát, ami történt Trianonnal, mintha nem ismerné el, vagy relativizálná. Ön hogyan látja, akár a mai vezetők, vagy most, ha a rendszerváltás utáni vezetésre gondolunk, kicsit kitágítjuk ezt a kört, le tudják vonni ezeket, le akarják vonni ezeket a tanulságokat? Vagy erről nem lehet beszélni, mert, mert hogy... Hát ma mindenről lehet beszélni, hát az a kérdés, hogy ki hallja meg, és pláne amire előbb utat is, hogy a történemből szerintem is lehet tanulni, én, mint történész, és mondom ezt, és hát a latin tankönyvem első mondata volt, hogy História ezt magistra vitae, a történelem az élettanító mestere. De azt kell mondanom, hogy nagyon ritkán tanulnak az emberek, vagy pláne a vezetők a történelemből. Tehát a rendszerváltozás óta én úgy látom, hogy sajnos erősödött az a felfogás, hogy keresjük a bűnbakokat, hogy csak másokban keressük a hibát, vagy találjuk meg a hibát, és a saját mulasztásainkkal nem nézünk szembe. És mondjuk ez is, azt is, az is jellemző, hogy összemossa így a köztudat, a közgondolkodás, vagy akár a napi média azt, hogy az egyértelműen igazságtalan volt és káros is volt, hogy a ilyen nagy arányú mennyiségű magyar csatoltak a szomszédokhoz, sokkal igazságosabb határokat is lehetett volna húzni mindenütt, tehát mondjuk a három és fél millió elszakított magyarból kettő milliót könnyen lehetett volna a magyar határokon belül. Északon Dészlo mai Dészlovákia, keleten a Parcium, belértve a nagy városokat, amelyek színmagyarok voltak szinte, Szatmár németi Nagyvárad, Arad, Temesvár pedig úgy fél meg. Tehát Tehát ezzel sincsenek sokan tisztába, hát olyan véleménye is találkozunk nem is ritkán, hogyha azt hiszi valaki, hogy Erdélyben mindenki magyar. Erdélyben sajnos, ugye, vagy sajnos nem, szóval én sajnosnak mondom, hogy még 1918-19-ben is 56% volt. Tehát a Romániához került területen, a szigorúan véve nem a történelmi erdély. Tehát ezen a területen 56% volt a román lakosság aránya, kb. 33% volt a magyar, és volt egy jelentős német ajkú, száz, illetve sáv lakosság. Tehát azóta viszont ez teljesen felborult, egyrészt most már 70 százalék fölött a románok aránya, és amit talán még érzékelhetőbb, hogy a városokat. A városokat elvesztette a magyarság, ez éppen az említett városokat is, hogy ott a többségi új hatalom többségre tett szert, különösen a II. világháború után egy nagy arányú iparosítás volt, így a városok megnőttek, hozták be a nem magyar lakosságot. Itt van például Kolozsvár, egy majdnem 90 ban magyar lakta város volt az első világháborúig, és ennek még a második világháborúig is a első bécsi döntés, a második bécsi döntésig, amikor Észak-Erdély Magyarországhoz visszakerült, akkor is azért, hogy a város 70 a magyar volt. Ma Jóha 15%-ot tesz ki a magyarság, főleg azért is, mert nagyon megnőtt ez a város, több mint 300 ezer lakosa van. Tehát ezért is ezzel tisztába kellene lenni, hogy a területváltozás, a területi, mondjuk a beszéltek, tehát a határváltozásnak nem, a, nem csak politikai okai tiltják, vagy akadályozzák ezt, hanem elsősorban demográfiai okai. Tehát az, hogy ha most tartanának népszavazást, ami sajnos elmaradt mondjuk 1920-ban, akkor bizony nagyon csalódnánk, hogyha azt várnánk, hogy ez komolyabb változást hoz a határok tekintetében. Legfeljebb Ukrajna esetében egy kis magyar lakta van, ott biztos, hogy nem csak a háború miatt, ott Magyarországot választanak, még a ott élő nem magyarok is valószínűleg, mert a magasabb életszínvonal reményében. Tehát ő Tisztában kellene lenni mindenkinek, aki erről a kérdésről gondolkodik, beszél, hogy mi a realitás. A realitás az, nem az, hogy bele kell törődni és felejtsük el, hanem az, hogy igenis ezzel lehet változtatni, és van egy talismán, van egy nagy lehetőség, ez az Európai Unió, az Európai Integráció. Talán már sokan nem emlékeznek rá, hogy. Itt nem csak egy keleti vas, vagy nem csak egy nyugati vasfüggöny volt, hanem tulajdonképpen az úgymond baráti szocialista országok között is, ha nem is mondjuk Aknazár, bár Románia felében az is megindult talán, tehát egy nagyon szigorú határ volt. Ő határ, kevés határátkelő volt. Az úgynevezett zöld határon, ottan, ott, is lőttek, pláne a Románia esetében, ott sok ember meg is halt, mert menekülni próbált különösen a csalcsaszkú időszak alatt. De hát a határon meg kellett állni, ki kellett szállni az autóból, vagy autóbuszból, megmotozták az embert, megnézték, hogy mennyi pénz van nála, tehát nem csak az útleveleket ellenőrizték. Hát a Schengeni rendszer, az Európai Unión belüli szabadmozgás, ez azt is jelenti, nem csak ezt a kényelmetlenséget változtatta meg, hanem a magyarok nincsenek elzárva egymástól. És amellett, hát hogyha ha betartjuk a meglévő nemzetközi elveket, akkor a, a magyar kisebbségeknek a legtöbb jogos sérelme az megoldódna. Tehát úgyképpen arra törekedett az Antal kormány, és azt kell mondom, hogy azt követő többi kormány is, hogy a létező európai normáknak megfelelően és a kisebbségi magyarok óhajának és az ott él magyar pártok politikájának megfelelően kapják meg a magyarok az őket megillető nyelvhasználati jogokat, oktatási jogokat, és olyan önkormányzatiságot, hogy mondjuk egy magyar faluban ne egy oda tett mondjuk román polgármester legyen a mindennek az ura. Hát ez mondjuk szerencsére már Romániában sincsen meg, de mondjuk van más országok, ahol a kisebbségek ilyen értelemben is nagy hátrányban vannak, hogy nem csak a nagy politika dönt helyettük, és telepszik rájuk, hanem még a helyi képviselője is mondjuk a többségi nemzetnek. Az Antal kormányra egyébként milyen kérdésként nehezedett rá? ez, ez az ügy, akár Trianonnak a kérdése, akár itt a ö, határon túli magyaroknak a kérdése, és ezt azért kérdezem így, mert a második világháború után mi a szovjet blokknak lettünk a része, és ugye abban az időszakban, ha jól tudom, de ebben kérem a segítségét, akkor nem nagyon volt ildomos egyébként Trianonról olyan túl sokat beszélni, meg a határon túli magyarokról. Tehát igazából nem történt meg ennek a társadalmi feldolgozása ennek a tragédiának, amely Magyarországot érte, és amikor megtörtént a rendszerváltás, és lehetett volna már esetleg erről beszélni, akkor már nyilván, hogy nagyon nehéz hozzányúlni egy ilyen kérdéshez, amit aztán 60 évig el kellett hallgatni. Igen, hát ez bizonyos értelemben hasonló a magyar zsidóság problémájához. ott is a második világháború után a rákosi rendszerben, és nagyjából még a Kádár rendszerben is, tulajdonképpen az, hogy zsidó ezt a szót nem is használták, és nem azért, mert ez mostan pozitív vagy negatív mondjuk konnotációja van, hanem egyszerűen ez is tabu volt, és az pláne tabu volt, hogy tulajdonképpen a, a szovjet rendszer, a kommunista rendszerben is milyen erős antiszemitizmus volt. Elég arra gondolni, amiben mi is Antal kormány már találkozott, hogy a Szovjetunióban élő zsidók ha egy első lehetőség tömegesen vándoroltak ki Izraelbe. De hát nem akarok most eltérni a mostani beszélgetésünk témájától, de, tehát a szabadsággal könnyű visszaélni, és itten külön hangsúlyoznám az, hogy a, a, tájékozódási források, a média, és aztán pláne az internet, az lehetővé teszi nemcsak az igazság, nem csak a tények jobb megismerését, hanem a hamisítások, vagy a rosszul ismert tények meg a megismerését, rosszul ismert információkat. Tehát Trianon kapcsán már a 80-as években azért jó könyvek jelentek, meg történész munkák Trianonnal kapcsolatban, de 90 után, ugye talán nem tudom, hogy emlékszik rá, hogy egyszerre tele lett a város, a Nagy Magyarország, a történelmi Magyarország térképeivel és a 64 egykori vármegyével. Tehát egyfajta ugye, új revizionizmus látszott megjelenni. Na most ennek nem volt, hogy említettem már, se politikai, se demográfiai alapja, de sok ember ben ez nem tudatosult. Azt gondolták, hogy igen, milyen szép volt az az ország, és hát milyen jó lenne, ha ezt újra megteremtenénk. És voltak, akik ezt várták, mondjuk a demokratikus, szabadon választott kormányoktól. Mások pedig azt mondták, hogy hát ez minden régen volt, legyünk csak jóban a szomszédokkal, felejtsük el. Ugye, hát egy példa volt erre, hogy a közbeszédben, aki áttelepült magyar, vagy akár csak látogatóba jött, látogatóba jött magyar a szomszédos országokból, azt ő általában nem tekintették magyarnak, vagy megkérdezték, hogy jaj, de jól tud magyarul, hol tanult meg ilyen jól. Van egy ilyen szomorúnak is mondható vicc, amit én többfelé is hallottam, hogy hogyan lesz a székelyből román. Úgyhogy átjön Magyarországra, és akkor lerománozzák, ami őket értetően sérti. Tehát a a szabadság az azzal is járt, hogy, hogy olyan rossz torz vélemények is megjelennek, és illúziók is, amiről már szó volt, hogy hát helyreállítható, vagy legalábbis jelentős mértékben módosíthatók a magyar határok, és erre csak meg, megismételni tudom, hogy a válasz az Európai Integráció, az Európai Unió, amennyire lehet orvosolni ezt a sebet, annyira ez megteszi a Sebbnek a hegge, a heg ott fog maradni, ez biztos, és aki kicsit is ismeri, vagy jobban ismeri, vagy érdeklőd a történelem, az tudni fogja, hogy 1920-as békeszerződés egy rendkívül káros, igaztalan, és tulajdonképpen még egy kára volt, nem csak a magyarokat sújtotta. Ettől vesztek össze jó időre a közép-európai népek. Tehát ettől jött létre egy magyar ellenes jelentő kisantant a két háború közötti, és tulajdonképpen az az ellentét, harag, akár gyűlölködés, ami korábban csak inkább a mértelmiségben, a vezető rétegekben volt, ez most már kiterjedt a népszéles tömegeire is. Hát látjuk, hogy a mai Romániában is van egy nagyon sikeres új párt, az AUR, aminek a fő célja a magyarok bántása, vagy a magyar ellenesség, és ugye a román kormányt is túlságos engedékenységgel vádolja a magyarokkal szemben. Tehát az új nacionalizmus, vagy a 20. századi nacionalizmus, az már népi nacionalizmus, és ennek különösen súlyos következményei voltak is, meg lehetnek még most is. Hát és hogyha Magyarország szomszédság politikájáról akarunk ugye beszélni, akár itt az elmúlt évtizedekben, akkor nyilván, hogy ott van a másik oldal is, amit említett, hogy ahhoz kellenek jó szomszédok, vagy legalábbis egy jó szomszédi szándék. Tehát, hogy, és, és akkor az egész régióra hatott igazából, ami történt itt a 20. század elején, közepén. Föltétlenül igen, és a rendszerváltás lehetőséget kínált ennek a meghaladására, nem csak mondjuk a magyarról szegi gondolkodásban, hanem a szomszédoknál is, és éppen az, hogy amire kicsit részletesebben szóltam a déltirólról, de hát itt nyugat-európai más országok vannak. Belgiumban van 60 ezer német. Azoknak a száma sem csökkent, és önkormányzatuk van. Volt egy kisban egy saját parlamentjük. Finországhoz tartozik az Oland-sziget csoport, ami tulajdonképpen a lakossága svéd és ennek is teljes autonómiája van, van egy helyi kormányzata, és senkinek sem jut az eszébe finn részről, hogy ott a rájuk kényszerítse mondjuk azt, hogy az iskolában finnül tanuljanak. Finnül is megtanulnak, ez rendben van, de svéd nyelven élnek nyugodtan. Tehát ezt a lehetőséget a szomszédaink megkapták, hogy úgy mondjam, hogy kellő, nem is azt mondom nagy hanem hogy méltányosan kezeljék a kisebbségeiket, és hát mondjuk itt is nagyon sok tekintetben ez nem következett be. Lehet, hogy én túl szigorú vagyok, de én úgy látom, hogy a szomszédainknál nem nyíltan hangoztatva, de a kevés kivétellel azt gondolják, hogy előbb-utóbb el fognak tűnni a magyarok és ez lesz a kérdés megoldása. És ez egy nem teljesen lehetetlen dolog, hát azt látjuk, hogy a, a magyarságnak nem csak a száma csökkent a szomszédországokban, most már messze nincs három és fél millió, még két millió is nehezen jön ki, hanem az aránya. Tehát az, hogy azon a területen, ami egykor Magyarország volt, ott a magyarok aránya, mondjuk a mai Szlovákiában majdnem 30 volt ma 14 Tehát itt nem csak, hogy abszolút számban, hanem arányban csökkentek a magyar kisebbségek. Tehát aki azt reméli, hogy ezek eltűnnek, akkor azt mondja, hogy na hát csak várni kell türelemmel, majd eltűnnek, aztán amikor marad belőlük pár ezer, akkor majd énekelhetnek, táncolhatnak ilyen magyar ruhában, de akkor ezek már nem lesznek igazán magyarok, és főleg nem fogják veszélyeztetni az országnak a területét. Hát ma sem veszélyeztetik a magyarok az adott országok területét, de ezt még a nép nem nagyon, vagy egy része nem hiszi el, vagy legalábbis nagyon könnyű, a, pláne a tanulattal, vagy akár egyszerűen ő, alkatánál fogva türelmetlen embereket arra rábeszélni, hogy Féljenek a magyaroktól, veszélyesek az a magyarok, úgyhogy legjobb, hogyha bántjuk őket, elnyomjuk őket. Ez a gondolkodás is sajnos még létezik. Azt mondta, hogy az Európai Uniós integráció az egyfajta kiút is abból, hogy ne legyenek a magyarok elzárva egymástól, viszont nagyon sokan megfogalmazzák az Európai Unióval kapcsolatban azt a kritikát, hogy igazából a nemzeti kisebbségekkel nem törődik, vagy nem kellőképpen figyel rájuk, már pedig azt látjuk, és majd erről szeretném külön is kérdezni, hogy azért a nemzeti kisebbségeknek a jelenléte mondjuk egy többségi társadalomban, az hordoz magában mégiscsak veszélyeket, még hogyha nem is módon, hogy rátámadnának a többségi társadalomra, hanem egyszerűen látjuk azt, hogy feszültségeket okozhat a két ország között. Hát azért bőven van példa az egész világon, hogy harmonikusan együtt élőre, sőt, tulajdonképpen a világ országainak a többsége az nem homogén, nem nemzetállam. Mindenütt vannak nagyon jelentős számban kisebbségek, Ázsiában, most még Indiát nézzük, hát ottan százmilliós nagyságrendben vannak nem hindú emberek. De mondjuk a közép az úgynevezett török vagy türk országokban, hát ott egymás kisebbségei van tele. Tehát Afrikáról nem is beszélve, ahol a törzsi határok abszolút nem követik a államhatárokat. Úgyhogy én mindig azt is próbáltam használni, érvelni a mondjuk a különböző partnereknél és nemzetközi multilaterális fórumokon, hogy a nemzeti kisebbségek problémája az nem egy speciális magyar probléma, és nem is csak európai is, hanem inkább világprobléma. Vagy nézzünk mondjuk Afganisztánra, amiről sok mindenki hallott az utóbbi években. Hát Afganisztánban nincs afgán nemzet. Afganisztánban négy-öt törzs van, amelyek szinte mindig háborúban álltak egymással, és különösen attól tartottak, és azt nem tűrték, hogy a egyik törzs a másikra rátelepedjen, és vezesse, vagy akár elgyomja őket. Tehát az egész világ számára azt kellene elérni, hogy szűnjön meg ez a gyűlölködés, és a, rendezkedjenek be az államok arra, hogy bárkinek milyen a nyelve vagy a vallása, egyenjogú legyen, és senki ne élvezzen különösebb előnyöket attól függ el, hogy milyen nyelven beszél, vagy milyen a vallása. Tehát a kérdés, lehet azt mondani, hogy mert az emberi nem, nem türelmes alapjában véve, de éppen a pozitív példák azt mutatják, hogy ez lehetséges, talán a Finn és a détorúi példa a legközelebb álló példa hozzánk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogyha a most egy, maradjunk csak az Európai Uniónál. Az Európai Unió azt vallja először is, hogy a, a nemzeti kisebbségekkel való törődés, általában a belpolitika, az nemzeti vagy én inkább úgy mondtam, hogy országos hatáskörbe van. Tehát arra nem terjed ki az Európai Uniónak a szerződései, amelyeket be kell tartani. Tehát itt nincsen olyan törvény vagy konvenció, ami mondjuk a védeli a nemzeti kisebbségeket, de van egy Európa tanács, amit nem szabad összekeverni az Európai Unióval, és ugye annak a vezért, vezető testülete az Európai Tanács, az állam és testülete. Nehéz a kettő között különbséget tenni egy átlagembernek, ma már nem is mondhatjuk, hogy újságolvasóknak, amit régen mondtak, hanem, hogy aki azért kinyitja a szemét fülét, hogy mi történik a világban, vagy mit hall. Tehát van egy Európa tanács, ami 1949-ben jött létre. Az európai demokráciák, mondjuk testülete, klubja vagy közössége, az alkotmányos elvet tiszteletben tartó demokratikus ország, európai országok voltak a tagjai, és amikor a rendszerváltás után a nem demokratikus diktatúrák megszűntek, akkor amelyik országot alkalmasnak találták a belső jogrendje alapján, az bekerült ebbe Mi voltunk az elsők, 1990. november 6-án Magyarország lett az első a egykori szovjet tömbországai közül, akit fölvettek az Euró az Európa Tanácsba. Na most, ez az Európa Tanács pedig igenis foglalkozik a nemzeti kisebbségek jogaival, általában az emberi jogokkal, és azon belül a nemzeti kisebbségek jogaival, és ennek a testületnek vannak olyan konvenciói, amelyek kifejezetten védik a kisebbségeket. Az egyik ilyen az úgynevezett keretegyezmény, amit 1995-ben Vált érvényesség korábban, mondjuk, dolgozták ki. Ezt az európai közösségen kívüli országok is, tehát legyen ez akár Albánia vagy Ukrajna, Moldova aláírták, és a másik, tehát be kell tartani, és ez tulajdonképpen nagyon fontos védelmet jelent és kínál az elnyomásra szemben, sőt, még az autonómia területi, autonómia lehetőségét is fölveti. A másik ilyen a üzet nyelvi karta, ami pedig azt írja elő, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvét kell, hogy védjék, és biztosítsák a használatát. Na most ebben persze itt lehet választani, hogy csak egy példát mondok, hogy egy országnak jogában áll a kisebbség nyelvén tanítani az iskolában, de azt is megengedi ez a karta, hogy legalábbis csak tanítsák a kisebbségi nyelvét, de az iskolákat alaptant el tannyelve, ne a kisebbség nyelve legyen. Tehát egyfajta menüt kínál választást, de ezt is minden európai ország aláírta, és ennek is ugye a megsértése sok esetben látható, tapasztalható vagy a közigazgatásban is, ugye a közigazgatási rendszernek a határainak kiépítése, ott is, ha nem veszik figyelembe a nemzeti kisebbségek elhelyezkedését, akkor ez sérti, mondjuk ez a szlovákiai közigazgatásra nagyon jellemző. Szóval tehát az Európa Tanács konvencióinak, ajánlásainak a betartása az nagyon megnyugtató lenne, és az Európai Unió pedig azt mondja, hogy ezekben a kérdésekben az Európa Tanács konvencióira hagyatkozik, de nem foglal állás önmagában. És hát ezt én egyáltalán nem tartom reménytelennek, hogy eljussunk oda, hogy az Európai Unió maga is fölismerve azt, hogy ez egy feszültség forrása az államok között és államokon belül, ezt is magáévá teszi. Persze ez az is kellene, hogy valamennyi tagállam fogadja ezt el. Tehát amíg egy egyhangúság elve érvényesül, addig ez elég nehéz elérni, de mindesetre, ha megszületne egy ilyen megállapodás, akkor nagyon nagy ugrás lenne, úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy ezt már jó pár éve látjuk, hogy kisebbségi kezdeményezéssel vannak ezek a egymillió fölötti aláírásra támogatott javaslatok, kezdeményezések. Ezeket el kellene fogadni, vagy legalábbis tárgyalási alapnak tekinteni. Van az úgynevezett Minority Safe Pack, ezt az Unió ugyan nem fogadta el, de én olvastam a részletes választ, amiben azért elég sok kiskaput nyitva hagy, tehát nem utasít, sőt azt mondja, hogy ott nagyjából rendben van. Hogy a fennálló törvények azok kellően védik a nemzeti kisebbségeket. Na most ezeket konkrétan lehet bizonyítani, hogy nem így van, és a jó diplomácia, nyilván elsősorban Magyarország, de az őt ebben a kérdésben támogató más országok is, párna, amelyeknek vannak ilyen határon túli kisebbségei, támogathatják. Szóval a Tökéletes megoldás talán nincsen, és csak közelíthetünk a felé, de kellő jó diplomáciával és barátok szerzésével itt sokat el lehet érni. Na no, hát, mit tud elérni a magyar diplomácia mondjuk a jelenlegi helyzetben a saját kisebbségének a védelme érdekében, mikor úgy tűnik, hogy maga Magyarország megítélése sem túl pozitív az európai közösségen belül? Tehát, ugye a Magyarország ide magyar kisebbségekre? Kérdez. Igen. Hát, ugye, hogy ahogy diplomáciai úton mit lehet így elérni, ha maga Magyarország is úgy tűnik, hogy nem rendelkezik most jelenleg annyira jó kapcsolatokkal az Európai Unió vezetésére, jó, úgy, igen. gondolok igen, itt. Igen. Hát ez egy nagy hátrány, ez nagy nehézség, mert hogyha mi okkal-ok ok nélkül fekete bárányok vagyunk, és még. 20-30 évvel ezelőtt, ha az ember külföldön találkozik, beszélt valaki, és kérdezi, hogy honnan jött, vagy milyen, és mondta, hogy magyar, akkor mindig széles nyom, mosoly volt, hogy ja, igen, igen, hát ő, milyen nagyszerűek voltak magyarok 56-ban, milyen nagyszerű szerepük volt a rendszerváltozásokban, és hát ő, milyen szép ország, stb. Most pedig ilyen szánakozó, nem is mosoly, hanem hogy, hát hogy lehet ez, hogy hogy, miért van ez így Magyarországon, és ugye ők azt hallják a sajtóban, a politikusoktól is, hogy hát Magyarországon a demokrácia sérül, így meg úgy, meg részleteket is hallanak erről, tehát Magyarországban nem az a tekintélyes, népszerű ország, amely volt különösen a 90-es évek első felében. Úgyhogy ez nehezíti nagyon a kiállást, és ezt látjuk, hogy ugye a Kárpátalja magyarok iskoláztatása tekintetében az ukrán törvény, amit 2017-ben hoztak, az tényleg ellentétes a magyar-ukrán szerződéssel, ellentétes az Európa Tanács konvencióival, de akkor várhatnánk el, hogy a nemzetközi tényezők támogassák a jogos magyar igényeket, amit tett a magyar kormány hangsúlyoz, hogyha nem jönne ott, nem lenne a mérlegben, és hogy de hát Magyarország barátságos Ukrajnával szemben ebben a háborúban egyértelműen Ukrajna mellé áll, nem esetleg az oroszoknak vagy Putyinnak drukkol. Tehát ez nehezíti nagyon a még új jogos magyar törekvéseknek a elfogadását vagy felkarolását is. hogy látja történészként egyébként, hogy most, ha már itt szóba jött az ukrán háború, akkor hagy ne es hagyne esse le ez a labda, hogy a Magyarországnak a hozzáállása akár ehhez a háborúhoz. Akárhogy ön is azt mondta, hogy nem -e Oroszországnak, vagy Putyinnak drukkol, ugye Magyarország ebben a konfliktusban. Ezt ön hogyan nézi történészi szemmel, ha már itt 56 szóba jött? Tehát az, hogy a magyar, akár az egész, a társadalomnak egy jó része, akár a vezetés, hogyan viszonyul ehhez? Igen, hát sokan kérdezik külföldön, de azért egyesek belföldön is, hogy hogy lehet az, hogy a magyarok, akik 56-ban harcoltak, és hát nagyon megszenvedték a szovjet beavatkozást, a pejek, mégis orosz nyelvű katonák voltak itt, és az is egy hamis dolog, amit szintén hallok, hogy hát ott tulajdonképpen ukránok voltak. Nem, és a második világháborúban is az, hogy volt egy ukrán front, meg két ukrán front nevet viselő, az nem azt jelentett, hogy ukránok voltak, ez egy területi elrendezés volt, pedig én olvasom meg, hallom, hogy hát a sok szörnyűséget, nem erőszakot, stb. Azt nem az oroszok követték el, az ukránok. Vagy hogy Brezsnyev az ukrán volt, és nem orosz. Hát ezek teljesen hamis megközelítések és, és mesék. Tehát itt azt kell bemutatni, vagy reálisan, hogy mi a magyar érdek, mondjuk a magyar ukrán viszonyban is. Hát az az érdek, hogy legyen egy független, szabad Ukrajna és annak a területi épsége is magyar érdek, az már több, mint magyar érdek, mert a nemzetközi jog biztosítja az, hogy egy ország akár ürügyekkel is, de megtámadja a szomszédját, ez a nemzetközi jognak a lehető legsúlyosabb megsértése. Ha pedig ezt hagyja a világ és lenyeli, akkor ezzel felbátorít más országokat, hiszen területi követelést sok ország táplál, vagy akár hirdet is a szomszédjával szemben. Éppen a legfrissebben olvasom, hogy Venezuela elnök egyszerűen bejelentette, hogy a szomszédos Gajánának egy jó része területe valójában hozzájuk tartozzon. Úgyhogy tehát a precedenst is meg kellene akadályozni. Na most a kárpátai, a magyaroknak vannak jogos parasztaik, sérelmeik, ezt a háború bizonyos értelemben erősítette, mert a háború a nacionalizmust, az ukrán nacionalizmust is erősíti, ami lehet, hogy elsősorban ott oroszok ellen irányul, de járulékos veszteség a kisebbség általában. De ha Magyarország egyértelműen Ukrajna mellé állna, hogy segíteni, és diplomáciailag is, vagy például most, hogy a napi van az, hogy Ukrajna jövőjét, Európai Uniós nem még felvételét, az nagyon messze van, hanem a felvételéről szóló tárgyalásokat elkezdenie, hát akkor nem tudom, hogy Magyarország ezt miért nem hajlandó támogatni. Úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy akkor most egy háborúban levő országot, meg egy szegény országot fölveszünk, és akkor a, úgymond a mi pénzünk majd Ukrajna fölemelésére megy. Ezt, ezt, ettől nagyon távol vagyunk, úgyhogy, és a hosszú távú cél pedig az, ami az Európai Uniónak is egy deklarációja, hogy a jelentős különbségeket, életszínvonalbeli jövedelmi különbségeket, fejlettségi különbségeket felszámolni. Azért kapnak a fejletlenebb, szegényebb országok jelentős támogatást a közös uniós kasszából, hogy éppen ezt a felzárkózást segítség, gyorsítság. Tehát ez nem az, hogy nekünk jár, vagy nem jár, ez a szolidaritás elvéből fakad, hogy az elmúlt 2004 óta, a tagságunk óta igen jelentős támogatásokat kapott Magyarország. A magyar költségvetésnek egy nagyon jelentős része onnan származik. Tehát Ukrajna tagsága, Valójában magyar érdek is, mert a szomszédságunkban van. A szomszédállam ne legyen egy szegény állam, és az ottani magyaroknak is az az érdeke, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. Akkor például ezek a határ átkelési szörnyű nehézségek, sok órás várakozás, vesztegetés esetében kicsit könnyebb. Szóval ezek mind megszűnnének, tehát, és akkor jobban tudjuk számon kérni akár Ukrajnán is a magyar kisebbség jogos mondjuk panaszait, hogyha egy egyébként baráti Európai Uniós országról van szó. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen széles spektrumban tudtunk pár témát felhozni ebben a beszélgetésben. Kísérlet a trianoni trauma orvos, orvoslására a bővített második kiadás a napokban jelent meg. Ennek kapcsán beszélgettem a szerzővel, Jeszenszki Gézával, történésztel, diplomatával, az Antal kormány volt külügyminiszterével. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.